Maradjunk a művészeteknél, csak egy kicsit másként. Idén is megrendezésre került a Gundel Művészeti Díj átadó ünnepsége. A múlt héten vendégünk volt e témában Korcsmáros Nóra, most pedig Alföldi Tádé, tisztelettel köszöntöm. A Gundel étterem ügyvezetője, üzletvezetője, a Gundel Kft. Ügyvezető igazgatója. Nagyon sok mindent megtudtunk már Nórától, és évek óta ezt a Gundel Művészeti Díjat mi a kameráinkkal nyomon követjük, és mindig be is számolunk az eseményről. Azonban rég volt olyan beszélgetésünk a díj kapcsán, ami magáról egy hungarikum részéről, szóval magáról a Gundel étteremről, a Gundel komplexumról, a Gundel jelenségről. Minek köszönhető, hogy a Gundel az elmúlt száz, most már több mint száz évben olyan hihetetlen hírnévnek örvend, amit akárhol hallanak, akkor majdnem úgy tudják, mint az, hogy Magyarországhoz a Gundel köthető, mint Puskás öcsi? Hát elsősorban annak tudhatjuk be, hogy volt egy zseni, egy gasztronómiai zseni, aki megszállott is volt a maga területén, Gundel Károly. Ő tulajdonképpen megreformálta az akkor eléggé zabolátlan magyar konyhát, és amit ma a világban magyar konyhaként ismernek, azt létrehozta. Ez egy fantasztikus életmű volt. Gundel Károly egészen a II. Világháború végéig tudta is ezt továbbfejleszteni. Akkor sajnos sor került így az államosításra, ő maga 1956-ban halt meg, nem összefüggésben a forradalommal, de véletlenül éppen abban az évben. És utána jöttek az államosításnak a keserves évei, majd pedig a 90-es politikai rendszerváltozás után a privatizáció eredményeként újraélett a Gundel. Tehát volt egy zseni, aki elkezdte, és voltak utódok, akik folytatták ezeket a törekvéseket, és nekünk ma is ez a feladatunk, és egyébként ez nem csak Gundel jelenség, ez országos jelenség, az egész országban vigyáznunk kell az értékeinkre, az örökségünkre, ezt ápolnunk és fejlesztenünk kell. Hát ez az, amit csinálunk. Tulajdonképpen a megbecsülésnek az egyik jele volt az, hogy az állatkerti körutat, sétányt átnevezték Gundel Károly körútnak, ami azt hiszem elismerés szintén hihetetlen nagy dolog. És ez a zseni, ez meg is érdemelte. Mondta, hogy az értékeinket őrizni kell, és úgy kell megőrizni, hogy azokat tényleg az utókornak tovább tudjuk adni. Érdekes, ugye, hogy egy gasztronómiával foglalkozó, kimondhatjuk azt, hogy ő szakács volt eredetileg? Mert erről soha senki nem beszél. De hogyha nagyon jól értett a konyha megreformálásához, akkor a főzéshez valami, nem csak ahhoz, hogy csodálatos palotát és környezetet teremtett a műhöz, hanem maga a mű, az mitől lett olyan? Gundel Károly vendéglátós volt, tehát kicsit leminősítettem, vagy túl szűkre fogtam azt, amit ő létrehozott. Nem csak ételeket hozott létre, hanem a magyar vendéglátás alapjait is lefektette. Nekünk van egy történelmi étlapunk, amelyben Gundel Károly receptjeiből van egy válogatás. A recepteket egyrészt ő maga alkotta, másrészt híres emberekről nevezte el, olyanokról, akikhez különböző történelmi események, vagy különböző történelmi folyamatok, emlékek is kapcsolódnak, és ezeket vitte tovább. De tovább megyek a Nagy Magyarország területéről, ahogy Bartók és Kodály gyűjtögette a magyar népzenét, úgy gyűjtögette ő a magyar ételrecepteket, és ebből létrehozta a magyar konyhát. Amikor pedig arról beszélünk, hogy egy ebéd, egy étkezés, az nem egyszerűen az, hogy megeszem az ételt. Hát ő magas szintre emelte a vendéglátást. Olyan körülményeket teremtett a vendégeinek, ami vonzotta a vendégeket. Ő azt mondta, az volt a felfogása, hogy én nem is úgy érzem magam, mint egy fogadós, aki pénzért ételt és italt ad a vendégeinek, hanem úgy, mint egy jó magyar házigazda, aki szeretettel fogadja a vendégeit. Tehát ő ezt hozta létre, ezt. És amikor én ma azt mondom a kollégáknak és a fiataloknak, akik bejönnek és kérdezik, hogy hát akkor mi ez a Gundel szellemiség, és mit kell itt csinálni, mindig azt mondtam neki, nem kell semmit csinálni különöset, csak annyit, mintha otthon fogadnád a vendégedet, azt a vendégedet, aki neked nagyon kedves. Itt mindenki egyformán kedves, és úgy kell fogadnod, mint otthon a saját vendégedet. Egyébként soha nem gondoltam még bele,
abba, hogy a vendéglős kifejezés mit jelent. És most, hogy beszélt nekem erről, és mondta, hogy a Gundel Károly egy vendéglős volt, és hogy kifejtette szagot, igen, hát a vendégeket szívesen látó ember, akinek az a foglalkozása, hogy örömöt és finomságokat nyújtson át a vendégeinek. Visszatérve még egy picit ehhez a szellemiséghez. A vendéglős ugye jól főzött, átlátta az egészet, hogy egy olyan környezet teremtődjék, ahol a vendégek jól érzik magukat. Ehhez mikor párosította azt a látványt, azt az eszköztárat, az étkészleteket, magát a Gundelházat, az épületet, a művészeteknek az összehangolását, ami a Gundelházban megtörténik? Hát az első, ő az első naptól kezdve. Az első pillanattól ilyennek lett tervezve? Neki ez a filozófiája volt, ezt követte, ezt a gyakorlatot, az első naptól a tökéletességre törekedett. Az más kérdés, hogy nyilván ő is, mint minden ember, tanul élete során, de ő is bejárta a világot Ritzel, Escoffier-val, Zacherrel találkozott, és ezekből nyilván tanult is sokat, hogy kell üzemeltetni egy ilyen vendéglátóipari egységet, és hogyan kell a vendégekkel bánni. Tehát tanult is minden nap, de ezen kívül gyakorlatot szerzett, és a világ is változott, hiszen mások ma a vendéglátástól elvárt körülmények, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt voltak. Ezekben élnünk kell, és ez a mai Gundelre is igaz, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy ápoljuk Gundel Károly örökségét, akkor nem arra gondolunk, hogy kőbevésünk mindent, és akkor itt semmi ne változzon. Mi nagyon jól tudjuk, hogy az élet ma is változik. Legfeljebb nagyon szerényen észreveszük azt, hogy mi nem vagyunk akkora zsenik, mint Gundel Károly volt, és talán ma nincs is szükség akkora átfogó változásra a gasztronómia területén, mint az ő idejében volt, de napról napra nekünk is meg kell újulni, különben ha ezt nem tesszük meg, akkor egy-két évtized alatt újra nagyon messzire kerülhetünk a világtól, azt, amit a világban elvárnak a vendéglátástól. A Gundel név az fogalom, de ahhoz mondta, hogy nagyon sokat kell tenni minden áldott nap, hogy egy picit meg lehessen újulni. Hát ennek jó példánya most a nemrég átadott cukrászda rész, ami eddig hiányzott a palettáról. Mivel segít ez ennek az egész városligeti hangulatának, városligeti hangulatnak az ízét, hogy még jobban megerősítse? A Városliget egy 200 éves intézmény, hogy úgy mondjam. Ez volt a világ első olyan közparkja, amelyet a városvezetés a polgárainak épített, ahol ingyenesen, belépődíj nélkül jól érezhették magukat, pihenhettek. Ezzel megelőzte még a Central Parkot is New Yorkban. Akkor ezután következett ugye a millenniumi időszak, amikor a kisföld alattitól kezdve a világkiállítás, a Hősök tere, a múzeumokkal megépült az állatkert, ugye 146 éves most, tehát ilyen 100-200 év közötti intézmények és gyönyörű emlékművek vannak azon a területen. Ebbe illeszkedik a Gundel is, a maga 102 éves Gundel történetével, és még ehhez hozzátetjük a Van Petics éttermet, ami elődje volt a Gundelnek, tehát ebbe a millióbe illeszkedik bele. Itt tényleg a magyar történelemnek és a kultúrának csodálatos értékei vannak. Ezt nekünk együtt kell egyébként megőrizni, és jövőre, amikor 200 éves lesz a Városliget, akkor a városvezetés is törekszik arra, hogy erre az évre valami olyan programot létesítsen, amelyik összefogja ezeket a törekvéseket, és tényleg a budapestiek jönnek, jól érezhessék magukat. A külföldiekről pedig csak annyit, hogy ugye Budapest egy elég nagy város, és az értékei, művészeti és egyéb turista értékei elég messze esnek egymástól. De ez a Városligeti rész, ott a Hősök tere körül, egy kompakt terület, ahol például, ha egy külföldi eljön és egy napja van, egy gyönyörű napot eltölthet. Ez a budapestiekre is igaz. Én magam a Városliget mellett a Damjanich utcában nőttem föl, és tudom, hogy micsoda fantasztikus hely ez. Ezt egy kicsit megszépítjük, polgárként vigyázunk rá, hogy ne piszkoljuk, ne szemeteljük össze, és akkor igazán szép hely lesz, ahol jól érezhetjük magunkat. Visszatérünk egy kicsit, 1910 az alapítás éve.
1910 az egy másik szám is önöknél. És akkor, hogyha egy picit beszélgetünk arról, hogy az emberek megengedhetik-e maguknak a Gundelt, a hétköznapi emberek, akkor ez az 1910-es szám, ez jelent valamit is önöknél. Igen, hát... Az alapításon kívül. Igen, szeretnék abból kiindulni, amit Gundel Károly egyik jelszónak tűzött maga elé még ez a 30-as években, hogy a Gundel nem luxus, a Gundel minőség. Ez azt jelentette, hogy a Gundelben minden korosztálynak, minden fajta csoportulásnak, tehát mondjuk minisztereknek és parlamenti képviselőknek, épp úgy, mint kisgyerekekkel érkező családoknak megteremtette azokat a körülményeket, amik között jól érezhetik magukat, és nem zavarják a másikat. Ugyanez pénzre lefordítva is úgy történt, hogy voltak olcsóbb ételek, és voltak drágábbak is. Nálunk például most, hogy az állatkerttel közösen, illetve az állatkert területén, de a Gundel üzemeltetésében megnyitottuk a cukrászdánkat, amely egyébként a városi utca felől, valamint az állatkert felől is bejárható. És ez egy gyors bejárat is tulajdonképpen, gyors bejárat, ugye? Is, mert lehet jegyet is venni az állatkertbe. Tehát eszem egy sütit, és akkor nem kell sorba állnom tulajdonképpen. Nem is kell sütit senni, tehát ilyen kényszer sincs. Olyan sincs? Bejöhet, és csak egy jegyet is vehet, és akkor sem kell sorba állni. De hogyha gyerekkel mennek be, akkor tudja, hogy azt mondja majd a kisgyerek, hogy anyu! Ott az a gyönyörűséges. Erről már nem tehetünk, hogy a gyerek vagy akár a felnőtt is megkívánja a süteményt. Uh-huh. Én magam is édes szájú vagyok, tehát én is elcsábulok sokszor. Finomak a Gundel sütik? Nagyon finomak első osztályú sütemények, és azt hadd mondjam el, hogy a Gundel Károlyról kevesen tudják, hogy nem csak ételeket vagy főételeket, komolyabb ételeket kreált, hanem a Gundel étteremben a mai magyar leghíresebb édességeknek is a szülőhelyét találjuk. A Gundel palacsintát már csak a neve miatt is mindenki tudja, de a somlói galuska is például egy Gundel édesség. Tehát visszatérve arra, hogy mit tudunk nyújtani ebben a cukrászdában is a vendégeinknek, nem csak cukrás süteményeket, hanem mivel az állatkerttel közös kerítésünket sikerült kinyitni, a Gundel területén elkülönítettünk egy helyet, ahol az állatkertből jövő vendégek átjöhetnek, és úgynevezett állatkerti menüt ehetnek. Hát az 1910 itt köszön vissza, ez áfával, felszolgási díjjal, mindennel együtt, kancsó, szódavízzel együtt, 1910 forintba kerül, úgy gondolom, erre valóban mondhatjuk azt, hogy a Gundel nem luxus, a Gundel minőség, mert nem olyan árat kérünk, amit a családok nagyon nagy része nem tud megfizetni, mi persze azt kívánjuk, hogy minden család tudja ezt megfizetni, de hát ez nem csak rajtunk múlik. Ez az egyik része beszélgetésünknek, és térjünk rá a Gundel művészeti díjra. Mint ahogy beszéltük már, ugye a Gundel az egy minőség, az egy fogalom, a minőséget, a művészet minden területén díjazni kell. Ennek szellemébe jött létre a Gundel művészeti díj. Amikor átvette a Gundelnek a vezetését, akkor gondolom, hogy ismerkedett a házzal, és megismerkedett a Gundel művészeti díjjal, ami az elmúlt években megújult, hiszen már tavaly is a fiatal képzőművészek, előadó művészek, színművészek, rendezők kaphatták meg az egy életműdíjon kívül a díjaikat. Hogyan fogadta ön ezt a díjt, és ezt a fiatalitást értékelte? Hát a Gundel név a művészetekkel mindig szorosan összefüggött. Mondjuk van nálunk például Munkácsi tojás előétel, de van feszti bélszín is, tehát, vagy Jókai bableves, ugye az is a Gundelben született, kevesen tudják, vagy a palócleves, ugye Mikszátról van elnevezve, illetve Mikszátnak a kedvére lett készítve. A jó atyafiak volt. Így van. Tehát nagyon sok területen összefügg a Gundel a művészetekkel, és Gundel Károly maga is a nehéz sorsú művészeket támogatta annak idején azzal, hogy ingyen ehettek nála. Hát időnként egy-egy festménnyel talán letörlesztették az adósságukat, de nem ez volt a lényege. Gundel egy mecénás volt a maga módján, támogatta a művészeteket. A másik művészeti közös pont az, hogy a gasztronómia maga egy művészet. Gondolkozom magam is azon, hogy talán jó lenne ezekben a művészeti ágakban egy gasztronómia művészeti címet is kiadni. Uh-huh.
De hát ezt majd a Szinetár Miklós úrral, aki az elnöke a kuratóriumunknak, megbeszélem. Ezen kívül azt kell tudni, hogy a Gundelben, az első, a Gundeldíj első 10 évében nagy nevek kapták a díjakat, ami természetesen helyén való, hiszen csupa Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, stb. Nagy művész van a díjazottak között, és ez igen felemelő érzés volt. Két évvel ezelőtt, mikor én érkeztem, akkor az elnök úrral megbeszéltük azt, hogy a fiataloknak nyitunk teret. Egyrészt, mert nekik sokkal nagyobb szükségük van, különösebben a mai elég nehezen induló világban. Nagyobb szükségük van egy kezdeti kis lökésre, támogatásra. Másrészt pedig, mert úgy gondoljuk, hogy ha valakit támogatni kell, akkor azok a fiatalok. Én magam is azt szoktam mondani, hogy múltkor állunk a feleségemmel a fürdőszoba ajtóban, átöleltem a vállát, az unokánk ott állt a fürdőszobában előttünk, és mondom, még azt mondják, hogy az idősebbeknek nincs jövője. Nézd meg, nekünk ott a jövőnk, ott mossa a fogát. És ez a lényeg a dolognak. Nagyon szép gondolat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kedves nézőink. Ennyit tehát a Gundel örökségről, a Gundel hagyományairól és a Gundel jelenéről. Most pedig tekintsék meg azt az összeállítást, amelyet a Művészeti Díj átadó ünnepségén készítettünk. A hagyományoknak megfelelően idén ismét kiosztották a Gundel művészeti díjakat. A pénzdíjjal nem járó elismeréseket ebben az évben is pályájuk elején álló tehetséges fiatal művészek vehették át. A díj célja, hogy a művészeti felsőoktatási intézmények jelöltjei közül legjobbnak talált díjazottak minél több lehetőséget kapjanak karrierjük elindításához. A díj kurátorai 2012-ben is sorra látogatták a művészeti felsőoktatási intézményeket, hogy kiválasszák a megfelelő jelölteket. A kuratóriumi elnöki tisztséget ebben az évben is Szinetár Miklós látta el. Én nagyon jól éreztem magam, meg hát a zsűrizés alatt is, mert hát itt elmondtam, hogy azért nagyon nagy dolog, hogy ebben az országban ennyi fiatal tehetség van. Hát ez megmelengeti az ember szívét, ugyanakkor szorong is, mert hogy mi lesz ezzel a sok fiatal tehetséggel. Mert hát szinte több van, mint amennyi hely van. Zenészek, színészek, képzőművészek. Tehát bízom benne, hogy mindegyiknek lesz pályája. Ehhez akar hozzá segíteni ez a díj. A lényeg az, hogy ez a díj most pillanatnyilag a Budapesti Művészeti Egyetemekre alapoz. Tehát a képzőművészeti, színművészeti, táncművészeti, zeneművészeti egyetem, ezek javaslatokat tesznek, méghozzá úgy, hogy minden egyetem kijelöl több szakon 5-5 növendéket. Tehát például a Zeneakadémián 5 hangszeres növendéket, 5 énekest, a színművészetin 5 filmest, 5 színészt, a táncművészetén 5 klasszikus balettművészt, 5 egyéb táncművészt. Majd mi a Gundel díj zsűrije, kimegyünk az egyetemekre, és 3 tagú zsűri, abból az 5-ből kiválasztja azt az egyet, aki a díjat kap. Az életmű díjnál tulajdonképpen ez nagyon budapesti díj, ezért a mindenkori budapesti főpolgármester a Gundel igazgatója, meg jó magam vagyunk a zsűrik, és hát igyekszünk olyan valakit jutalmazni, akinek az életműve tényleg megérdemli a figyelmet. A Gundel művészeti díjat Láng György, a Gundel étterem tulajdonosa, és Pálmai Tamás, mint magánemberek alapították 2000 tavaszán. Az első díjátadóra 2001-ben került sor. A 2012-es évben az életműdíjat Rádai Mihály városvédő kapta, aki kiemelte, nagy megtiszteltetés számára a díj, de reméli, életművét még tudja gazdagítani. Azt gondolják sokan, hogy ez az agitációs dolog, amit én csináltam, nem egyszerű ismeretterjesztés, hanem ilyen rábeszélős típusú műsor a maga nemében ma is szükséges lenne. És ahogy elnézem most a műemléki helyzet változását, erre még nagyobb szükség lenne, hogy az emberek értsék, hogy az ő örökségük az olyan, amit nekik ismerni szeretné, és
kell, és valamit tenni érte. Nem tagadhatom, én rengeteg díjat kaptam eddig életemben. Kaptam államiakat is, fesztiváldíjakat is, magánalapítású díjakat is. A Gundel díjjal tulajdonképpen még az is vele jár, hogy én ott voltam, amikor létrejött, mert Láng György, aki a Gundelt új életre keltette annak idején, őt hozta be a Gundel díjat is. Én itt voltam még a nyitás előtti próbaevészeteknél, és megvitattuk, hogy hogyan lesz kialakítva, milyen székek lesznek, milyen festményeket kell venni. Tehát annyira ott voltam a Gundel, újjáépített Gundel és új életre lehelt Gundel első lépéseinél, hogy tulajdonképpen meg is lehetnék sértve, hogy miért nem kaptam meg korábban valamelyik Gundel művészeti díjat, de természetesen miután ez a magánalapítású díjak között az egyik legértékesebb, erre továbbiakban büszke leszek. A Gundel művészeti díja 2012-es évben az életmű díj mellett színművész, színművésznő, filmrendező, képzőművész, operaénekes, komoly zene, néptánc, klasszikus balett és sztárlet kategóriákban került kiosztásra. A díjazottakat minden esetben a kategóriánként változó zsűri színművész kategóriában Nagyhegyesi Zoltán, színművésznő kategóriában pedig Spiegel Anna vehette át az elismeréssel járó szobrocskát. Az újdonsült díjazottakat a felkészülésről és a vizsgálőadásaikról kérdeztük. Gotár Péter rendezte nekünk ezt a vizsgálőadást Karnyóné címmel, amiben nekem nincs is olyan nagy szerepem, én játszom Kurust, aki az én értelmezésemben először egy ilyen cigány varázsló férfi lett volna, de Gotár tanár úr átalakította egy ilyen varjú nővé, vagy nem tudom micsoda. De nagyon szeretem ezt a szerepet, és nagyon örülök, hogyha kívülről is látszik ez. Az élet egy nagy csodálatos semmi, hát miért ne lennék boldog és vidám? Hisz abban nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek, s ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje, illanós, ha nincsen már parázs. Nem ér egy lyukas karost sem nékem, ha elszáll a igazából én a félkegyelmű miatt kaptam ezt a díjat, amit Szinetár Miklós rendező elmondta, és sokat jelent abból a szempontból, mert rengeteget dolgoztam azon a munkán, és Zsolt és Sándor nagyon sokat segített nekem, hogy ez olyan legyen, amilyen lett, és tulajdonképpen nagyon örülök neki, és azt nem tudom, hogy mennyi támogatást kapok ettől bármelyik színházban, De nagyon örülök neki, hogy gondoltak rám, és hogy átvettem a díjat, és hogy elmondhattam egy verset ilyen embereknek, ilyen tehetséges embereknek. Ez jó volt. Buda Ferenc, szürke szemű. Szürke szemű szelíd este ereszkedik a szívembe. Szürke szemű szelíd éjjel elmegyek nincsen reménnyel. Elmegyek, hisz úgy sem bánod. Úgyse voltam csak barátod. Filmrendező kategóriában 2012-ben Lőrinc Nándort és Nagy Bálintot találták Gundel díjra érdemesnek. A klasszikus balett kategóriában Földi Leát és Rónai Andrást, a néptáncosok közül Szabó Kincsőt és Farkas Mátét választották a kurátorok. Szavakkal számomra leírhatatlan, egyszerűen olyan érzés, mint hogyha álmodnék. Ez eléggé közhelyesnek hangzik lehet, de ideig nem nagyon sok ilyen élményben volt részem, és leírhatatlan. Mindenkinek kívánom, hogy megtapasztalhatná. Izgalmas volt. Valójában én mint egy előadást éltem meg. Felöltöztünk, isminkeltünk, és felmentünk a színpadra, és a tőlünk telhető legjobbat próbáltuk nyújtani. Ez nem először történt meg idáig az életünkben, de kemény munka áll mögötte, mint minden előadáson, és örültem a színpadon lenni. Most el sem tudom mondani, most egyelőre nem tudom, hogy most nem tudom, ez annyira jó esett ez az egész, meg ez az egész, hogy itt történhetett ebbe az étteremben meg, hogy ennyi ember így összegyűlte, és egy ilyen videóval megkaptuk ezt a díjat, hát nagyon örülök neki. Biztosan egy nagy lendületet kaptam ezzel, egy ilyen belsőleg
hogy ilyen motivációt kaptam ezzel, úgyhogy szerintem biztosan. A képzőművészeti kategóriában Szabó Franciskát díjazták, míg Starlet kategóriában Horváth Marian sportriporter munkáját ismerték el. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói közül Bán Máté Fuvola művész és Balgova Gabriella operaszakos hallgató kapta meg az elismerést, ki előadásával a díját adó közönségét is elvarázsolta. Héja Domonkos Gabriella méltatása során elmondta, a lényeg, hogy a magánéletben is boldog, kiegyensúlyozott legyen, akkor lesz tökéletes a pályája. Fantasztikus érzés, nagyon örülök, hogy itt lettek, és még tiszteltek ezzel a díjjal. Biztos, hogy az énekléssel szeretnék a továbbiakban is foglalkozni, mert hát ez az életem, ezt szeretem. Örülök, hogy ezt a díjat megkaphattam, és ami a majd a folytatásban lesz, az majd csak a jövő titka. A meglepetésekkel teli este folyamán a zene, tánc és színes produkciók mellett főszerepet kapott a gasztronómia is. Szinetár Miklóstól azt is megtudtuk, hogy milyen lehetőség rejlik a Gundel-díjban. Mindenképpen a nyilvánosságot. De például én itt most erről nyilatkozhatok, gondolom önök is megszólaltatták őket. Foglalkozik velük a sajtó, rádió, televízió. Tehát megpróbálunk ezzel egy lökést adni a pályájukra.